azt érzem, hogy ő kinyitna egy másik szférát fölfelé, de aztán fogja egy empirikus dologgal, és így, és őt így elvágja. És amire azt mondjuk, hogy milyenek vagyunk, ez a mi személyiségünk, az ebből a skálából ekkora. De ott van az összes többi. Csak normális esetben egy normális embernek nem kell mélyebbre bányászni, hiszen ez pontosan elég. Amit nekem elsőre mond, az megint csak ez a körforgáshoz tudok visszatérni, vagy visszautalni, hogy fiatalság, öregség, visszatérő formák, visszatérő motívumok, visszatérő egységek, visszatérő versszakok. Ezeket találom meg ezekben a versekben, amit én nem tudok megfogalmazni, és annyira jó, hogy valaki ezt így leírja. Amit én érzek, ő leírja. És nem érdekel, hogy férfi, meg nem érdekel, hogy mit írnak az elemzések róla, hogy ez ilyen kegyetlen, meg olyan rideg, meg nem tudom, meg hogy a férfinek mennyire van kiszolgáltatva a nő, meg mennyire akarja a férfi birtokolni a nőt, nem érdekel, mert nekem az érzelmi töltete a fontos.